Kedden már dolgoztak a polgármesteri hivatal munkatársai, hogy a kivitelezők minél hamarabb megkezdhessék ennek a nagyszabású projektnek a megvalósítását. Nagyon örülök annak, hogy erre pontra értünk, gyakorlatilag munkaterületet tudunk adni már a kivitelezőnek. A munkaterület átadás az két részben lesz, 10-én és 14-én. Az 1,2 milliárd forintos pályázati összeget még 2017-ben nyerte el az önkormányzat. A zeneiskolától a Luther térig terjedő átalakítások során a burkolatok és a zöld növényzet teljes megújítását fogják elvégezni. Jó, közel 2 hektárnyi burkolatot fogunk fölbontani, helyette majd másfél hektárnyi burkolatot fogunk megújítani itt a Zöldváros keretében. Több száz kültéri eszköz kerül kihelyezésre, padok, játszóeszközök, fitnesseszközök, sportpályák fognak megújulni, továbbá a munkálatok végén pedig több száz bokorcserjefa kerül kiültetésre. Igazi összefogás valósul meg ilyen rövid idő alatt ezzel a programmal Szekszárdon. Ez az egyik legnagyobb projektünk, 4 hónapunk van a befejezésre, úgyhogy csak közösen a vállalkozóval és a lakossággal folyamatosan együttműködve meg tájékoztatva tudjuk ezt 4 hónap alatt megoldani. Az építkezés által lefoglalt parkolóhelyeket a Tinódi utcából egy átjáró megnyitásával továbbra is biztosítják majd a főiskola területén. Erről és minden másról az erre a célra létrehozott e-mail címen, illetve a város oldalán is kaphatnak tájékoztatást a szekszárdiak. A munkálatok alatt a rendezvények ugyanúgy megtartásra kerülnek, csak módosított helyszíneken. Például a Szekszárd születi nap, ami Szekszárdváros legnagyobb rendezvénye, a Prometheus Parkban ugye nem lehet megtartani a játszó részt, ahol a játékok voltak eddig most a Pünkösdi Fesztiválon is, továbbá a Szent István tér le lesz zárva, mivel a Szent István tér egy felvonási terület lesz egyik fele, ott lesz egy forgalomkorlátozás, a 4 sávból 2 sáv lesz használható. Az aktuális menetrendváltozáson felül pedig a város tömegközlekedését ez a fejlesztés nem érinti.